Jó hangulatban telt a nyári szabadtéri esték programsorozathoz tartozó augusztus 29-i délután Bátaszéken. A gyerekek hangszert készíthettek vagy elveszhettek a fafaragás rejtelmeiben. A felnőttek végre találkozhattak és beszélgethettek egymással, miközben kellemes zene szólt a háttérből. Alapjában a tamborazenekar úgy áll össze, medeni tamborazenekar, hogy olyan dalokat próbálunk felgyűjteni, ami már elfeledett dallamok, amit egy generáció, vagy kettővel nőttek fel azok az emberek, akik most már nagypapák, szintén is bátran mondhatom, azokat a dalokat próbáljuk fölkarolni. És elmondom, hogy tegnap este muzsikáltunk, és például Cseh Tamás számot, de annyira jól vették a közönség, hogy egyszerűen repültünk, mert öröm volt, hát énekelte mindenkit. Tehát ilyenben próbálunk vissza repíteni az embereket az ő gyerekkorukba, és teljesen így állítjuk össze a repertoárt. Természetesen nem maradhat ki a népzene belőle, természetesen a szerzene sem maradhat ki, hiszen a Medinára jöttünk, ott vannak szervek, visszük tovább az ő kultúrájukat, és ugye a hangszer meg adott, mert az is egy érszláv részről jött Magyarország felé, amúgy az egész világon megtalálható. Nagy örömmel jöttünk, meg már készültünk először a borfesztiválra, de ugye a vírus miatt vissza kellett mondani, de attól függetlenül az egész vírusos időszak alatt próbálunk minden kedden, bővítjük a repertoárunkat, és nekem szimpatikus ez a kisebb rendezvények, mert ilyen családias, meg tényleg úgymond a rajongótáboron kísér bennünket, most a Gonyhádról is jött egy pár emberke, és ezért is mindig újakat tanulunk, és most meghallgathatok ti is, hogy mennyire szívesítettük a műsorunkat ebbe az egy óra hosszába. Egyébként Bátaszék a szívünk, és kell, mert szeretünk ide járni, jó emberek laknak itt. Az egész nyarunk, vagy annak a java tulajdonképpen azzal telt, hogy készüljünk az 5. kis jubileumi bátaszéki bornapokra. Aztán megkaptuk a hírt, mint amit mindenki ebben az országban, minden szervező vagy kulturális intézmény, hogy 500 főnél nagyobb befogadó képességű rendezvényt nem lehet tartani. Ezért le kellett mondanunk nekünk is az 5. bátaszéki bornapokról, viszont a rendezvényekről, a kisebbekről nem. Azt gondoltuk, hogy próbáljuk időben és térben is egy kicsikét széthúzni a lehetőségeket, és augusztus elejétől egészen szeptember 19-éig minden hétvégét megtöltünk tartalommal, és igyekszünk elérni ezekkel a lehetőségekkel a kicsiket és a nagyokat egyaránt, a családosokat, az egyedülállókat, a magányosokat, vagy azokat, akik párba jönnének, és szeretnénk őket megkínálni mindenfélével. A kultúra minden szegmenséből igyekeztünk válogatni. Lesz itt és volt itt népzene, most éppenséggel a Medinai Tambura zenekar zenél, de 18 óra 30-tól például Mészáros János hozza el a Dolce Dance csapatát, és karibi táncokat lehet táncolni, és este 9 órakor napnyugtát követően a Romkertben egy egészen különleges produkcióra számíthatnak a jelenlévők. Szegedről hívtunk egy tűzzsonglőr csapatot, és hát ők fogják tűzesebbé varázsolni ezt a nyári estét. Két héttel ezelőtti hétvégén volt az első programunk a Zsibvására, a Lugrálóvára, a Gyerkőcöknek, amelyik egy ilyen felmérés volt, vagy bevezetője ennek az egész programsornak. Aztán az előző hétvégén, az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, ugye 20-án az ünnepi szentmisét és az ökumenikus kenyérszentelést és áldást ajánlottuk az emberek az ünnepelni vágyók figyelmébe. Másnap 21-én a Bézigheim játszótéren vártuk a családokat. Ott is volt körülbelül 300-400 gyerkőc felnőtt idősek, ott is volt ugrálóvár, kézműves foglalkozás, táncolási, sportolási lehetőség, és a Bátai Pántlika zenekar zenélt nekünk egy órán keresztül. Jó hangulatú volt. Most ez a nap ezzel telik, jövő héten a legkisebbekre és a családosokra számítunk, a Grimaszk Báb Színházat hívtuk meg a Petőfi Sándor Művelődési Házba. Előtte lesz ott bent az udvarban kézműves foglalkozás, népi játékok gyerkőcöknek ugrálóvár, aztán 11-én lesz
A városállatás 25. évfordulója az általános iskola aulájában, illetve kint sátorban. 12-én tervezünk szintén egy nagyobb programot itt a városközpontban, a Romkertben és a piactéren, amikor is lesz Gézanapi felvonulás, koronázás, Vili, Tanner Vili barátunk énekel a gimnazistákkal. Az első bátaszéki pörkölt főző versenyt is megtartjuk, nem titkolt céllal és szándékkal, hogy a bátaszékieket egy kicsikét összehozzuk. Főzzenek, egyenek, igyanak, beszélgessenek és érezzék magukat jól. És akkor 19-én szeptemberben zárul ez az őszi, kora őszi, vagy késő nyári program, amikor a Bézigheim játszótéren tartunk egy őszi gyermeknapot a Nagycsaládosok Egyesületével, illetve a Keresztély Gyula Városi Könyvtár tagjainak az együttműködésével. Ott is lesz bátaszéki zsibvásár, a Human Brass Band fog föllépni akkor, Lakatos Norbert barátunk, aki már volt nálunk, Vak Lufi is, Lufi hajtogató fogja a gyerekeket elkápráztatni, tavaly is volt nálunk a kutyájával, és igaz, hogy ő látássérült, vak, nem látó ember, de fantasztikus lufi csodákat hajtogat, de azon felül még lesz a zumba bemutató, zsíros kenyérparti, lehet táncolni szintén, illetve sportolni, úgyhogy így lesz talán kerek ez a sok hétvégét átívelő program. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kaszagni, sírni, ha kell, tanulj, ha rosszod is, jó képet várni, magaddal törél, csak más senkivel.